Üdvözlök mindenkit, én Zodiák vagyok, és a Vlogmasnek az első részét látjátok. Ebben az első videóban az adakozásra hívnám fel a figyelmeteket, mint egyszer a máltai szeretett szolgálatnak, hogyha van olyan ruhátok, ami már nem kell, akkor azt megtehetitek, hogy leadjátok. Én előjegyzésben telefonáltam a központ vezetőjének, és kértem, hogy hozhassam a ruhát, megígértem. Itt Miskolcon, a Köln utcánál tudjátok a adományokat úgymond leadni, és először ti is telefonáljátok oda, hogy tudnak-e fogadni titeket, mert én ezt így tudtam megtenni. Másrésztről pedig felszeretném nektek hívni a figyelmeteket így karácsony tájéken, hogy nem csak őnekik tudtok adakozni, hanem az SMS gyerekeknek is tudtok adakozni. 700 forinttal tudjátok őket támogatni, és a Zsombodért Alapítvány az SMS gyerekek megsegítésére hozta létre ezt a számlaszámot, amit majd itt a videóban fogtok látni, és csekély 700 forinttal tudtok támogatni SMS gyerekeket. Az azt jelenti, hogy idegi alapú mozgásszervi leállás betegségben szenvednek ezek a gyerekek, és 2 éves korukig ezt meg kell kapniuk. Az SMA gyógyszer az nem éppen nagyon olcsó mulatság, 750 millió forint egy SMA-s kezelés, és általában azt olvastam róla, hogy ezek a gyerekek a 2 éves kort nem érik meg, hogyha nem kapják meg időben. Úgyhogy Zsombiért Alapítványnak támogató link itt lesz, vagy támogatási számlaszám itt lesz. Másrésztről pedig tudjátok még támogatni a Mását, a Miskolci állatmenhelyet. Mi ezt már évek óta támogatjuk az adónk 1%-ával, úgyhogy tudom ajánlani figyelmetekbe így karácsonykor. Nekik is nagy szükség van egy pár forintra, azért, hogy a állatokat, a macskát, a kutyákat, meg minden ott lejövő állatot etetni tudjanak, tehát egy zsák táppal tudjátok őket támogatni az eltartás harcban, tehát az azt jelenti, hogy egy zsák táppal tudtok segíteni egy kutyán, vagy egy macskán, vagy valami. Tényleg megéri így karácsonykor ezeket a dolgokat véghez vinni, úgyhogy csak ajánlani tudom nektek. Akkor a Zsombi Alapítvány, a Máltai Szeretett Szolgálatot és a Mását. Én őket támogatom. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Boldog karácsonyt mindenkinek!